A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termében folytatódott az íróasztal portrébeszélgetés sorozat. Az est moderátora Pálfalvi András volt, aki Magony Imre, városunk polihisztor, kulturális szakembere sokszínű mindennapjait tárta elénk. Ez egy redivívusz tulajdonképpen, hogy egy lokális érdeklődésre számottevő könyvből, Székesfehérvár szobraiból és murális alkotásairól szóló könyvből, egyszer csak irodalmi háttérrel, irodalmi megalapozottsággal, lírikus megalapozottsággal, sokkal szélesebb körben érdeklődést kiváltó könyvé. Nem esedett elképesztően szép formációban. Magony Imre meg annyi helytörténeti kötet szerzőjének különleges életútja példa arra, hogy miként lehet a tehetséget könyvek formájában is megmutatni, milyen komoly kutatómunka és alázat kell ahhoz, hogy helytörténészként, könyvtárosként és a Szabad Színház Társulatának tagjaként, színészként és rendezőként is maradandót nyújtson. Mindenképpen egy olyan érdekesség, hogy hat, tehát az, amit eddig készítettem, hogy megismertessem a város köztéri alkotásait, most úgy tűnik, hogy mások más aspektusban próbálják meg ezt a fajta érdeklődést kiteljesíteni, és jelen esetben az irodalmak az eszközeivel. A beszélgetésben megismerhettük Magony Imre életútja mellett azokat a köteteket, amelyek fontos adalékul szolgálnak a koronázó város egykor és jelenlegi mindennapjaihoz, bemutatva a szobrokat, falidíszeket, tereket, épületeket, amelyekre méltán lehet büszke minden székesfehérvári.